Sziasztok! Az új videónak a témája a továbbra is a skódoda skála gyakorlása. Az előző videó végén levő gyakorlásnak az inverze jön, az, hogy a skála összes hangjára ráváltunk az összes hangról. Tehát egyszer kinézünk egy hangot, ez lesz majd a mély G. Először is a fentről lefele nézve, magas A-ról, aztán a G-ről, F-ről, R-ről, mindegyikről ráváltunk ugye a mély G hangra. A mély G hang itt az a alulról a második vonalon levő. Aztán a magas A-ról megint, és most már az A-ra váltunk rá az összes hangról, itt a végén a G-ről, mély G-ről fogunk az A-ra. Aztán a következő sorozatban a B-re, aztán a C-re, D-re, az E-re, itt utána az F-re, a magas G-re, és az utolsó sorozat az lesz, hogy a magas A-ra váltunk, itt a G-ről kezdjük, majd a magas G-ről. Tehát ez a logikai sorrend kicsit itt megváltozik. A lényeg az, hogy lassan gyakoroljuk, és a helyes új technikát arra törekedjünk. Addig gyakoroljuk, addig ismételgessünk egy adott váltást, ami nem annyira megy, amíg nem megy tökéletesen. Most, hogyha belezavarodunk abba, hogy milyen hang is következik, az kisebb hiba, vagy nem annyira probléma, mint hogyha rosszul hajtjuk végre a váltást. Tehát nyugodtan akkor ismételjük el újra azt a sorozatot addig, amíg hibátlanul nem megy. Aztán, hogyha tudunk egy kicsit gyorsítani, az már később jó lesz, de csak akkor szabad emelni a tempón, hogyha már az agyunk képes teljesen hibátlanul azt a sebességet végrehajtani, amivel azelőtt elkezdtük a gyakorlást. És akkor később, hogyha már jól megy, akkor egy tempót is belevihetünk, azt mondjuk a tempomatba, hogy beállítunk egy lassú tempót, mondjuk legyen akár 50-es, és elindítjuk, és akkor váltunk, amikor ugye a lámpák felvillannak. Addig tartjuk ki a hangot, amíg következő váltás el nem érkezik. Kattanást halljuk, de inkább a lámpát fogjuk látni. Ugye ezt teljesen szabályosan kell izom memóriába ezeket a váltásokat beleégetni, mert az egész későbbi tudálás ezen alapszik, és hogyha ez nem sikerül, akkor nagyon később a rossz szokástól eltávolodni nagyon nehezen lehet. Hát nézzük akkor az első sorozatot, ugye mély G-re való váltást. Az ára. D. Az F. Most jön a magas G.
Most jön a magas A. Azt ugye G-ről fogjuk kezdeni. Ezzel kész szokotta. Ezt ugye lehet gyakorolni úgy, hogy megpróbálunk egy kicsit, hogyha már nagyon megy az a sebesség, amit tényleg hibátlanul megy, és az összes újtartás jó, és nincsen benne váltási zaj, akkor egy kicsit megpróbáljuk gyorsabban. És akkor, hogyha ment egy kicsit gyorsabban, akkor megpróbáljuk ritmusra. Nem a saját sebességünk szerint, ahogy éppen akkor gondoljuk, hanem nézzük a metronómot. Mert az nem fog tévedni, mi meg lehet, hogy igen. Úgyhogy próbáljuk először egy lassú tempóval, és akkor ezen lehet később gyorsítani, hogy kinek hogy megy a gyakorlás. Igen, tehát már is, hogyha másra figyelünk, ugye, akkor nem úgy megy, ahogy kellene. Tehát a kotta elejéről ismét. Jó, hogyha ez végigment az egész kotta és jobban megy, akkor feltesszük a sebességet kicsit gyorsabbra, és próbáljuk úgy a váltást. Nézzük egy D-t. És így tovább. Köszönöm a figyelmet, jó gyakorlást!